Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a Tatai Televízió napi híradóját látják február 18-án kedd este, tartsanak velünk! A lakosság észrevételeit is várja Tataváros önkormányzata az új magyari tervhez. Sajtótájékoztatót tartottak a várárokba tervezett beruházásokról. Az értő olvasást és a helyes beszédet díjazták a Kazinci verseny zsűri tagjai. 72 éve alakult a világ legnagyobb katonai sportszervezete, közös futással ünnepeltek a tatai katonák. Folytatódott az önkormányzat által kezdeményezett lakossági fórumsorozat ma délelőtt a Városházán. Az egyeztetést januárban kezdték a hivatal munkatársai, a tataiak javaslatait a magyari terv új változatának elkészítéséhez várják. Az Eszterházi gazdaságfejlesztési program részleteit Mihi József polgármester ismertette. Negyedik alkalmához érkezett a magyari terv felülvizsgálatát előkészítő fórumsorozat a Városházán. A lakosság véleményét, hozzászólásait most az Eszterházi gazdaságfejlesztő program kapcsán várták az önkormányzat munkatársai. Egyrészt az iparfejlesztés, ipari területek, ugye Tatán három nagy ipari terület van, az Agostyáni úti, Szomódi úti, illetve a déli ipari parkunk, és bent a város szövetében is vannak ipari cégek, még mindig. Erről szeretnék a foglalkoztatásról beszélni, hogy Tatán a foglalkoztatás aránya az elmúlt években fantasztikusan javult, ami azt jelenti, hogy tulajdonképp nincs munkanélküliség, sőt inkább hiány van, munkaerőhiány van. Ennek egy új gondolkodást jelent ez, újra kell gondolnunk, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. A különböző vállalkozásoknak a nagyságrendje is izgalmas. Durván 3000 vállalkozás van Tatán, ebből kb. 1200 egyéni vállalkozó, a többi társas vállalkozás. Mozog a számuk, évről évre változik, van, amikor kicsit lejjebb megy, kicsit följebb megy, de ez a 3000 körüli szám az, ami jellemző. Ehhez kapcsolódó adóbevételeinkről is fogok beszélni ma, hogy egy kicsit lássák a beszélgető társak, hogy mi az a pénz, amiből gazdálkodhat a város, mit hoz ez a városnak ennyi cég, mit hoz a magán családi adózás, mit hoztat a városában, körülbelül mennyi az az összeg, amit mi tataiak egyenként befizetünk, vagyis magánszemélyként fizetünk be. Itt most halkan elárulom egyébként, hogy durván 150-160 millió forint az az összeg, amit magánszemélyként fizetünk be, és 2,3 milliárd forint az összadó bevételünk, tehát látszik, hogy elenyésző pici részét fizetik meg a tataiak, a többit azt a cégek fizetik meg, akik Tatán munkát adnak, akik tataiakat foglalkoztatnak, és akik Tatára fizetik az adójukat. Turizmusról is beszélünk, turisztika az is egy vállalkozás, az is egy ipar, nem abban az értelemben, hanem az is egy gazdasági termelő egység a turisztika is. Izgalmasan alakul ez a kép is Tatán, hiszen sok-sok újdonság jön elő. Nő a Tatán eltöltött éjszakák száma, 100 000 vendégészaka után fizettek adót például legutóbbi évben a tatai szállásadók. Jó lenne ezt a számot is emelni. Egyébként úgy durván 160 ezer volt az összszállás igénybevétel, de durván 60 ezer ebből mentes volt, vagy azért, mert gyerekről volt szó, vagy azért, mert Tatán dolgozik, vagy azért, mert konferencia egyéb kivételek alá esett. Egyébként ez is egy izgalmas kérdés, hogy a sok-sok adó kedvezmény, amit Tataváros ad, az éves szinten 3-4-500 millió forintot jelentene, ha azt nem adnánk ezeket a kedvezményeket, hanem mindent beszednénk. A polgármester hozzátette, a sorozat részeként egy hatodik alkalmat is szerveznek az esti órákban, hogy az utolsó összefoglaló eseményen mindenkinek lehetőséget biztosíthassanak arra, hogy kifejthesse véleményét az új magyari terv kapcsán. Újabb fejlesztésekkel szépül tovább a Várárok Hajdú utca felüli oldala. A felújításon várba bevezető híd és a nagy platánfa mellett a tóból kivezető zsilip közötti területen valósul meg. Beruházást tervez a Platán étterem és az Öregtó Halászati Kft. Is.
Két különálló beruházás is elindulhat hamarosan a Várárok Hajdú utca felüli oldalán. A hasznosítás koncepciójáról ma sajtótájékoztatón számoltak be. Az érintett szakasz Várkanyar felé eső oldalán a halárusításé és fogyasztásé lesz a szerep, még a Zsilip irányában a Platán étterem és vendégház újítja meg a területet. A tervezés során természetvédelmi és örökségvédelmi szempontoknak is eleget kell tenniük a beruházóknak. Mindenféle olyan építmény, ami ide bekerül most, az direkten úgy van megtervezve, hogy akár a lehajlászás, ugye, amikor nagyobb visszhozam van, akár a lehalászásnak a technikai dolgai elférnek, semmit nem építünk el. Figyelembe vesszük a patarának a helyi igényét, tehát természetes valóságában megmarad minden, mindegy ráépített kis sétány és egyedi építmények jelennek meg. Fontos az is, hogy a váráróknak a fala, ha alaposabban megnézzük, ugye elég komolyan felújításra szorul, ez most nulladikként fog megvalósulni, ugye nagyon sok benőtt növényzet van, karba kell tartani, tehát ez a beruházásnak a része, hogy a beruházó ezt elvégzi. Az új építményeket megálmodó tervezőcsapat arra törekedett, hogy a látvány egyfajta attrakcióként szolgáljon, a mobil építmények tereptárgyak arculatát kortárs eszközökkel kívánják megvalósítani. Ugye ebben az esetben egy olyan nagyon érdekes ötlettel álltunk elő, hogy tükördobozokat helyeznénk el a várárokba, ezekbe a tükördobozokba raknánk bele a funkciókat, amiket mi itt szeretnénk, és ugye ez egy nagyon érdekes hatást fog itt elérni, és kicsit azt is mondhatom, hogy ugye az a szándékunk, hogy egy kortárs művészeti alkotás is létrejöjjön, azon kívül, hogy funkciókat teszünk bele. A tájékoztató már az első látványterveket is bemutatták, mivel a helyszín halászati létesítményei rendkívül elavultak, az Öregtó Halászati Kft. Még idén megkezdi azokat a munkálatokat, amelyek a halárusító üzlet és a halsütő kialakítását megalapozzák. Azt remélem, hogy egy kicsi részlete, egy kicsi szöglete a várnak azzal, hogy a várárokban megújul, azzal az egész várra vonatkozóan egy új fényt fog majd felvetni, hogy talán ebbe az irányba is elindulhatnánk az egész vár és a vár előtti tér újra tervezésével. A beruházás első üteme várhatóan a téli halászati idény kezdetére befejeződik. A januári iskolai forduló után most a megye legszebben beszélő középiskolásait várták az Eötvös József gimnáziumba. A nagymúltú Kazinci verseny 55. országos döntőjét áprilisban Győrben rendezik meg. Áprilisban 55. alkalommal rendezik meg a Kazinci verseny országos, sőt Kárpát-medencei döntőjét. A Szép Magyar Beszédversenyt Pécsi Blanka színésznő nyelvművelő javaslatára rendezték meg először, azóta országos mozgalommá vált. A Komárom-Esztergom megyei fordulónak az Eötvös József gimnázium adott otthont. Ez sokkal-sokkal több, mint verseny. Mert akik megtanulják a helyes kiejtés törvényszerűségeit, azok nem a versenyen használják ezt, hanem minden megnyilvánulásukban, minden megszólalásukban. Ezért szoktam azt mondani, hogy ez tantárgyak fölötti verseny, mert a középpontjában a szövegértés áll. Ha valaki akár a kívülebb álló közül is figyeli, hogy a kétszintű érettségi magyarból a szövegértést célozza elsőrenden, ez a versenyforma akkor a korát 40 évvel megelőzte. Hiszen 1966 óta, a kezdetek óta ezt várjuk, hogy a kedves fiatalok gondolatokat, szövegeket tolmácsoljanak. Ne az általános iskola első osztályában megtanult szótagokból szavakat alkotok, és a szavakat egymás mellé teszem. Olvasás technikai számonkérése ez a versenynek, hanem hogy gondolatokat, illetve szövegeket tudjanak mondani. Elfogult vagyok a versenyformával kapcsolatban, ez nem kérdés, de okkal tartom a legfontosabb versenynek. A verseny hagyományosan három részből áll. A tanulók egy szabadon választott és egy a helyszínen kapott szöveget olvasnak, erre 15 perc felkészülési idejük van. Egy másik szövegrészletben pedig már írásban a hangsúlyokat, szüneteket kell megfelelően jelezniük. Ahogy a zenében a kotta viselkedik, itt is van egy olyan kis kottánk, egy 7 kicsi hangsúly jelölésből álló feladat, amelyben a tudatosságot próbáljuk mérni. Vagyis egy zeneértő, hogyha hall egy dallamot, kap a kezébe egy kottafüzetet, egy hangjegyfüzetet, leírja.
Itt is valamilyen féléről van szó, bármely mondatot, amely elhagyja a szánkat, ezzel a kis jelölési rendszerrel nagyon szépen tudjuk jelölni. Ebben a szüneteket, a hangsúlyokat és a hangsúlytalan szavakat jelöljük. Ami pedig a szempontokat illeti, körülbelül 20 szempont van. Azért, ha kulcsszavakat keresnénk, akkor azt mondanám az értő olvasás, fogjuk föl, hogy miről szól a szöveg, amit tolmácsolnunk kell, értető olvasás, vagyis ha valakinek a kezében nincs ott a szöveg, úgy is meg tudom hangosítani a szöveget, meg tudom szólaltatni, hogy az is értse, hogy miről szól. Harmadrészt a természetesség, kellő hangerővel, tempóval, helyes kiejtéssel, jó artikulációval, akkor úgy lassacskán odaérünk ahhoz a 20-as számhoz, amiből ez a szempontrendszer kialakul sok év óta. A Nemzetközi Katonai Sporttanács 72 éve 1948. február 18-án alakult meg. 2006 óta a tanács tagországainak katonái, honvédségi dolgozók és a honvédelmi sportegyesületek tagjai közös futással ünneplik az évfordulót. A Magyar Honvédség 25. Lapkagyőr lövészdandár katonái az Öregtó partján tettek meg 4,5 kilométert, nem egyedül. Közös bemelegítéssel kezdődött a Szizum Déjrán, vagyis a Nemzetközi Katonai Sporttanács megalakulásának évfordulóját ünneplő sportesemény a kastélytéren. A korábbi évekhez képest duplájára nőtt a futónap nem katonai résztvevőinek száma, így a tatai és oroszlányi önkormányzat munkatársai és diákok is a honvédekkel tartottak. Érdekelt őket, várták, hogy milyen lesz. Alakzatban ők meg ugye nem futottak, mert edzésen ugye szabad stílusú futás van, de nagyon élvezték már rögtön benned közben. Mondták, hogy jöjjünk még egyszer, mondtuk, hogy legközelebb, hogyha lesz, akkor mindenféleképpen itt leszünk. Nagyon jól bírják edzésen, ennél dupla ennyit szoktunk futni, tehát velük nem volt gond. 6 elsős volt, 4 harmadikos, 2 negyedikes, és felsőből is jött még 4-5 gyerek. Többet szeretünk volna lehozni, de pont most megy minősítés az iskolánkba, tehát most jelenleg ennyivel tudtunk megjelenni. A futónapon a tanács alapértékeire, így a nemzetközi összefogásra, a békére és az egészséges életmódra kívánják felhívni a figyelmet. Az alapötlet az az volt, hogy a katonák ne csak a csatatéren, hanem elsősorban a sportpályán mérjék össze az erejüket. És ugye ez a 72 évvel ezelőtt alakult katonai sportszövetség, sporttanácsnak ez volt a fókusza. Ugye 1948-ban a II. Világháború után alakultak meg, viszont igen sikeres a kezdeményezés, hiszen jelen pillanatban 136 nemzet katonái futnak együtt ezen a napon, illetve vesznek részt a katonai sporttanácsnak a központi világjátékán. Minden egyes alkalommal szeretnénk kiemelni azt, hogy a hadsereg az a társadalom része. A tatai dandár, pedig a környék, a régió, a kerület és Tatának a része. Ezért integráljuk a rendezvényeinkbe a különböző fegyveres szervezeteket és az iskolákat, a gyerekeket is. A futónapon a katonák, honvédségi dolgozók, rendőrök, katasztrófavédők, diákok és civilek 4,5 kilométert tettek meg alakzatban futva az Öregtó partján. A Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal Tatai járási hivatala 2020 első fél évében is meghirdetett képzéseket, melyek ingyenesek a regisztrált álláskeresők számára. Érettségivel rendelkező álláskeresők részére például munkavédelmi technikus vagy logisztikai ügyintéző képzések indulnak, alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők számára élelmiszer és vegyi áru eladó, targoncás és raktáros vagy vendéglátó eladó képzések indulnak. A képzések a regisztrált álláskeresők számára ingyenesek, és további részletekért a Tatai járási hivatal foglalkoztatási osztályát kereshetik. Fogadóórát tart Geribi Ákos önkormányzati képviselő február 21-én pénteken 17 és 19 óra között az MSZP városi irodájában az Agostyáni utca 1 szám alatt. Molnár Kálmánné Petőházi Margit könyvbemutatójára várják az érdeklődőket. A kötet címe a Három csillag a szélkakasló tükrében. Az Angyalok és Tündérek galériában február 29-én szombaton 17 órától kezdődik a program. Szabó Szonya Prima díjas szája festő művész emlékkiállítása nyílik meg hamarosan a Tatai Református Gimnázium Mind galériájában. Február 25-én, kedd délelőtt 9 óra 45 perctől várják Önöket.
Folytatja a Suliváró sorozatát a Jászmin utcai általános iskola a zökkenőmentes iskola kezdésért. Március 27-én pénteken délután 16 órától játékos sport délután szerveznek a kicsiknek. Keddesti híreinket összefoglaljuk még egyszer, röviden. A lakosság észrevételeit is várja Tataváros önkormányzata az új magyari tervhez. Sajtótájékoztatót tartottak a várárokba tervezett beruházásokról. Az értő olvasást és a helyes beszédet díjazták a Kazinci verseny zsűri tagjai. 72 éve alakult a világ legnagyobb katonai sportszervezete, közös futással ünnepeltek a tatai katonák. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, február 18-án kedd este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen Sportkett című műsorunk következik. Én szép estét és jó tévézést kívánok Önöknek, viszontlátásra!